Idén ünnepli alapításának 15. évfordulóját a Sakura Karate Sport Egyesület. A jubileum alkalmából a Szombathelyi Klub elöljárói népes mezőn gyűjtöttek össze a 13. Sakura kupára. 9 magyar, valamint egy osztrák csapatból érkeztek karatékák a Buja iskolában megtartott versenyre. A mostani versenyen 10 egyesület, 110 sportolója vesz részt. Ugye körülbelül lehet duplán számolni a nevezéseket, a legtöbb sportoló indul formagyakorlat katában, illetve komitében, küzdelemben is. Illetve vannak csapatkata és csapatkomite versenyszámok is. A Leo Karate Do SS sportolói közül Németh Zsuzsanna alig pár napja érkezett haza a moszkvai nemzetközi viadalról, melyen 2 dobogós helyezést gyűjtött be. A Sakura kupán nem csak versenyzőként izgulhatott. Én most edzőként is részt veszek a versenyen, meg versenyzőként is, sokkal másabb. Egyáltalán nem tudok ráhangolódni a versenyre, mert folyamatosan ide-oda futkozok a két síjai között, és folyamatosan a kicsiket felkötöm az övet, készítem őket, mondom nekik az intuíciókat, meg az edzői utasításokat. A versenyen összesen 60 kategóriában hirdettek eredményt, ami azt jelentette, hogy több mint 200 érmet adtak át. A legeredményesebb kluboknak a budapesti, valamint a szombathelyi egyesületek bizonyultak.